A háború okozta feszültségek a családok mindennapjaiba is beköltöztek. Fontos, hogy a szülők hogyan kommunikálnak a gyerekeikkel a témáról. Balajti Maria meseíró, meseterapeuta beszélgetést indító mesét írt a háborúról a gyerekeknek. Erről is beszélgetünk ma reggel vele. Jó reggelt, jó reggelt, szia Maria! Szia. Reggel. Hogyan álljunk neki ennek a témának? Egyáltalán neki kell leállnunk a témának? Ugye megoszlanak erről a vélemények, de te személyesen hogy látod ezt a kérdést? Én úgy gondolom, hogy a szakemberek ebben teljesen egyetértenek, tehát hogy a mi részünkről nem igazán oszlik meg, érezzük a gyerek feszültségét, akkor igenis kell róla beszélni. Az a baj, hogy nem tudjuk kizárni a hétköznapi életből. Utazik valaki buszon, metrón, bárhol, óvodába, bölcsödébe viszi a gyereket, hallja a gyerek a fél információkat. És onnantól kezdve ő kiszínezi. Tehát ugye a gyerekeknek nagyon jó a fantáziájuk, kiszínezik. Ha nincs szerencséje a szülőnek, akkor sokkal rosszabbra színezi ki, mint amit, ami valóságban van, és akkor jönnek majd egy ilyen kérdések, hogy az én apukámat is elviszik katonának? Ugye azért, mert a gyerek nem kapta meg a megfelelő információt. Pont ezért kerestek meg a szülők, és ezért írtam meg egyébként ezt a beszélgetés indító mesét, azért is neveztem el így, hogy ne nyomjuk agyon a gyereket, tehát Isten ments, hogy most valaki hazamenjen a műsor után, és így rázúdítson mindent a gyerekére, és minden információt elmond neki, hanem korosztályának megfelelően a mese után tud kérdezni. Vagy a szülő azt tudja mondani, hogy mit gondolsz erről a meséről, és akkor már elmondhatja a gyerek, hogy miket hallott, tisztában lehet egy kicsit tenni ezt a kérdést, tehát kell róla beszélni, igen. Miről szól ez a mese, hogy indul el, és hol marad abba? A mese ott indul el, hogy a csodálatos tölgyfaerdőnek a kis mindennapi életét egy szörnyű hír rázza meg, ugye ez a szomszédos erdőben lévő háború híre rázza meg, és ugye itt a kicsi állatoknak egy iskolában vagyunk, és a kicsi állatoknak a mindennapjait bolygatja fel, nem tudják, mi az a szülők, a tanárok titkolják, ugye ők próbálják kinyomozni, hát ez, ami a gyerekek lelkébe ott van, hogyha fél információt elkapom, hogy az óvonéni kettőt összesugott a dajkával, akkor ugye már ott jön a kis gondolat, hogy hú, hát mi lehet ez, ami titkoljuk is, akkor az még izgalmasabb ugye a gyerekeknek, majd a mese úgy ér véget, hogy csak a háború fogalmát tisztázom olyan szinten, hogy az valóban a gyerekeknek érthető, tehát nem azt mondom, hogy ő el akarja ezt foglalni, tehát semmilyen nincsen benne, csak azt, hogy a háború az, amikor két fél nem tudja békésen megoldani a konfliktust, és erőszakhoz folyamodik. Ugye itt az egyik kisállat vissza is emlékszik arra, hogy hát ilyen az én életemben is van, hát tényleg, amikor össze akartunk verekedni a nem tudom kivel, és itt hagyom abba a mesét, tehát ott ér véget a mese, hogy megnyugtatjuk őket, hogy ez a háború nem nálunk történik, valóban közel, de nem nálunk, és hogy mindenki megöleli a családját, és szépen hazasétál, még beszélgetnek a szülőkkel. Tehát a szülőknek is elmondom a mesében, hogy kicsit családi közegben beszélgetünk, tehát nem kell megvárni, amíg az óvonéni, tanárnéni, nem az ő feladatuk, és ugye a gyerekeket is megnyugtatom, hogy nem itt, csak egy szomszédos helyen. Az a baj ezzel, az egésszel, hogy nem tudom hány óra van, igen, talán már remélhetőleg minden gyerek iskolában van és óvodában, hogy tudunk róla őszintén beszélni, hogy miközben a gyerek megnézi a telefonján az érkező videókat, ha meg tudja nézni, és nincs lekorlátozva, akkor véres jeleneteket lát, nagyon-nagyon kemény jeleneteket küldenek most a világba szanaszét a háborúról. Tehát, hogy tudsz úgy rendet tenni a fejében, hogy azzal kapcsolatban ne kérdezzen olyan keményet, amire egyébként, ha őszintén válaszolsz, akkor tönkre megy a kis lelke. Egyrészt ugye tudni kell. És itt nagyobb bacskákra is gondolok, abszolút, már tizenéves gyerekekre. Abszolút. Egyrészt ugye hitelesnek kell lennem, tehát ha kérdést tesz fel, csak hitelesen tudunk válaszolni. Tehát maximum, legjobb esetben azt tudjuk mondani, hogy pontosan nem tudom, mert nem vagyok ott. De a gyerekek érzik, még a nagyobbak is, ha hiteltelen vagyok. Tehát érzi azt, hogy nem mondok igazat, és ezzel itt teljesen alá is ásom minden hosszú távú kapcsolatomat vele. Én azt szoktam mondani, hogy próbáljunk meg őszintén beszélni vele, korosztályának megfelelően, tehát itt ugye a nagyobbakat említetted, ők velük már ugye megint máshogy lehet beszélgetni, mint a kicsik. Tehát ki lehet mondani, hogy itt emberek halnak meg? Ki lehet, ha egészen nagyok, és ezt tudom, hogy fel tudják dolgozni, viszont tudni kell, hogy feszültséget fog bennük okozni. A kicsikbe is, csak bennük más, a nagyokba megint más, és ezt a feszültséget ki kell szednünk, tehát szakmailag tudni kell. Bocsánat. Nem, mondd csak, fejezd be. Hogy öleléssel, tehát nagyon fontos, ugye a családi összetartozást jelenti az ölelés. Egyébként is csodálatos érzés, de most aztán végképp ne spóroljunk. Kergessük meg őket, nagy motoros mozgások. Valóban vezet.
nálunk is mindig az a kulcs. Kergetés, dögönyözés. Na, egy futóversenyt rendezünk például, vagy fogócskát, vagy bújócskát, másrészt vigyük ki a természetbe őket. Még akkor is esik egy kicsit a hó, nagyon megnyugtató hatása van a természetnek, mert csend van, béke van, nyugalom van. Tehát ezeket mind tudni kell. A dögönyözés nagyon jó, a mesék nagyon jók ilyenkor, a közös összebújások, közös beszélgetések. Tehát tudni kell, hogy a mese, amit én is írtam, az csak elindítja ezt a folyamatot, de ahogy te is mondtad, olyan információkat kaphatnak, amit ki kell szedni, mert különben olyan feszültség lesz, hogy azt látom, hogy romlik a jegyei, ha nagyobbak, ha kicsi agresszívebb lett, nem fogad szót, stb. Ki kell magukból dolgozni ezeket a dolgokat. Én azt gondolom, hogy tudtunk egy-két hasznos praktikát és tippet adni a mi nézőinknek. Abszolút, tehát a határozott igen, akkor meg volt egy nézői kérdésünk, hogy beszéljünk a gyerekekkel, tehát a te véleményed az, hogy határozottan igen. Hát, ha feszült a gyerek, és úgy érezzük, hogy akkor igen. Egyébként a nézőink nagy része is ezzel értett egyet, így a végére. Ezzel, igen. Nagyon köszönjük, nagyon hogy itt voltál. Köszönjük, hogy itt én is köszönöm szépen, szép napot.